Újvidék több helyszínén is megemlékezett ünnepnapjukról a horvát nemzeti közösség. A központi eseményt a Vojvodina Sport és Üzletközpont amfiteátrumában tartották. Spomendan Bana Jelačića je jedan od četiri blagdana hrvatske zajednice, ali nekako ako bismo morali izabrati jedan, onda bi nam se taj blagdan nametnuo možda i kao prvi među jednakima, upravo zbog Bana Josipa Jelačića koji ima posebno značenje u životu hrvatske zajednice u Vojvodini, a i šire u Republici Hrvatskoj. A péterváradi születésű Jelačić Bán a horvát nép identitásának szimbóluma, és nagy öröm, hogy a közösség megemlékezhet a születésnapjáról, emelte ki a rendezvényen Gordán Bakota, Horvátország szerbiai nagykövete. To je vrlo bitan poticaj za hrvatsku zajednicu, posebno imajući u vidu uskoru i obnovu i povrat kuće Bana Jelačića hrvatskoj zajednici. U tom smislu ova priredba je znak važnosti hrvatske zajednice, potentnosti hrvatske zajednice, ukupne uloge hrvatske zajednice u hrvatsko-srpskim odnosima i na tim temeljima upravo i gradimo bolje hrvatsko-srpske odnose. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint Szerbiának megközelítőleg 58 ezer horvát nemzetiségű lakosa van. Ezek közül mintegy 47 ezeren élnek Vajdaságban. Imamo školstvo na hrvatskom jeziku, u koje najviše ulažemo i vremena i novca, ali nažalost još veoma mali broj pripadnika naše zajednice se odlučuje za školovanje na hrvatskom jeziku, jer je to praktički moguće samo na području opštine Subotica. A szerbiai horvát nemzeti közösség helyzete, illetve a Horvátországban élő szerb nemzeti közösség helyzete kulcsfontosságú. Ezért fontos, hogy tovább dolgozzunk azon, ami összeköt bennünket, és új együttműködési lehetőségeket keressünk, mondta el az ünnepségen Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke. Danas mi je zaista i posebna prilika, što mogu da vam se obratim ime pokrajinske vlade, lično ime, i zaista da vam od srca čestitam jedan od vaših praznika, dan rođenja Bana Josipa Jelačića, to je jedan od praznika cele Vojvodine. Az Újvidéki Egyetemen idén megnyílt a horvát lektorátus, valamint a Hrvatska Riječ tájékoztatási és kiadóintézmény elhelyezése is hamarosan rendeződni fog, emelte ki fontos eredményekként Igor Mirović. Hozzátette, a tartományi kormány a jövőben még több támogatásban szeretné részesíteni a Vajdaságban élő horvát nemzeti közösséget.